Biztonság, napokon belül 10 új kamera figyeli majd a hegyvidék jelentősebb csomópontjait. Dalok a konyhából, Pokorni Zoltán mutatta be kedvenc filmjét. Ritkán látott darabok és kulisszatitkok, szombaton rendezik meg a színházak éjszakáját. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Napokon belül 10 új kamera figyeli majd a hegyvidék jelentősebb csomópontjait. Többek között a MOM Kulturális Központ és a MOM Sport előtt, a Németvölgyi úton, a Királyhágó és az Apor-Vilmos téren is felszerelik a télfigyelő berendezéseket. A helyszíneket a rendőrség szakemberei javasolták bűnmegelőzési szempontból. Napokon belül üzembe helyeznek 10 új térfigyelő kamerát a hegyvidék jelentősebb csomópontjainál. A hegyvidéki önkormányzat 2013-ban kezdte meg a térfigyelő rendszer kiépítését. A Városmajor Parkban 13 kiváló minőségű felvételeket készítő, éjjel-nappal látó, akár 200 méteren belüli arc- és rendszámfelismerésre alkalmas kamera működik. A rendszernek köszönhetően jelentősen csökkent a bűncselekmények száma a parkban, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy bővítik a hálózatot, mondta el dr. Váci János alpolgármester. A rendőrség visszajelzése az volt, hogy a kamera rendszernek a képítése jelentősen növelte a parkban a közbiztonságot, és ezért arra gondoltunk, hogy 2014-ben tovább folytatjuk a hegyvidéki térfigyelő rendszernek az építését. Ebben az évben 10 új kamera pozícióval bővül a rendszer. A kamera képeket egyébként a rendőrség, illetve a hegyvidéki rendészetnek a munkatársai figyelhetik, természetesen a jogszabályoknak, törvénynek megfelelően járunk el. Már telepítésre kerültek 7 helyen, további 3 helyszínre pedig napokon belül felszerelik a térfigyelő kamerákat. A csomópontokat a rendőrség szakemberei javasolták bűnmegelőzési szempontból. Kerül egy kamera ki a Csaba utcába, illetve 2 nyomvonalon a Böszörmény úton, illetve a Németvölgyi úton keresztül egészen eljutunk a Szent Orbán térig, az Apor-Vilmos térig, illetve a Hegyalja és a Németvölgyi út csatlakozásáig. Kamerák lesznek telepítve a Csörsz utcába, és lesz kamera a MOM Kulturális Központ, a MOM Sport Központ és a Gesztenyes kertbe is. Egyébként a kamera pozícióknak a helyét a rendőrség szakemberei határozták meg. Azokba a fontosabb csomópontokba próbáltuk őket telepíteni, ahol egyébként bűnmegelőzési szempontból ezeknek a kameráknak helyük van. Ezen felül a hegyvidéki rendészet egyik járőrautója is rendelkezik mozgó kamerával. Így megfigyelhetők azok a közterületek is, ahol nincsenek telepített térfigyelők. Egy térfigyelő kamerával felszerelt rendészeti autó is járja a hegyvidéknek az utcáit. Ennek az a lényeg, hogy ebbe a gépkocsiban elő és hátul is egy térfigyelő kamera van beépítve. A képe egyébként mobil internet segítségével beérkezik a rendészetnek a kameraközpontjába. Ez abban segít, hogy a rendészek, illetve a rendőr járőrök, hogyha valami gyanúsat észlelnek a kerületbe, akkor minél hamarabb tudjanak a helyszínre érkezni, tehát a bűn megelőzés tekintetében, illetve a felderítés szempontjából is fontos. A hegyvidéki önkormányzat a térfigyelő rendszer bővítése mellett a lakosságot érintő pályázatokkal is igyekszik tenni a közbiztonság javítása érdekében, tette hozzá az alpolgármester. Időseknek, nyugdíjasoknak hevedelszár felszerelését biztosította az önkormányzat, ezt egy pályázati rendszeren belül tettük lehetővé. Ez egyébként egy nagyon sikeres program volt, hiszen sokan pályáztak, illetve van még egy pályázatunk, ami jelenleg is nyitva van, ez a hegyvidéken lévő gépkocsiknak a biztonságáról szól. Ennek az a lényege, hogy egy speciális GPS alapú védelmi rendszert lehet beépíteni lakcímkártyával rendelkezőknek a gépkocsiaiban. Normális esetben egy ilyen GPS rendszernek a telepítése körülbelül 150 ezer forintba kerülne. Az önkormányzati támogatásnak, tehát az önkormányzat megállapodásának köszönhetően 35 ezer forintból lehet telepíteni ezt a rendszert, és 2 éven keresztül a piaci árnál lényegesen kedvezményesebb tarifát tudnak fizetni a hegyvidéken élők. Kiemelten segítjük a mozgássérülteket, mozgáskorlátozottakat, illetve az időseket, nyugdíjasokat ebben a programban. A gépjárművédelem a hegyvidéken elnevezésű pályázat jelentkezési feltételeiről bővebben a hegyvidék.hu weboldalon tájékozódhatnak. Tovább folytatódik az Én filmem sorozata a MOM Kulturális Központban. Ezúttal Pokorni Zoltán mutatta be egyik kedvenc filmjét. A Dalok a konyhából című film nem csak a szürreális helyzet komikumokban bővelkedik, de egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy felelősséggel tartozunk embertársaink iránt. Menyhár TV képviselőtársa mondta, hogy hallott egy ilyen beszélgetést, hogy
ki volt téve ez a plakát, hogy Pokorni Zoltán dalok a konyhából, és beszélgetett két hölgy, és mondta, hogy nem is tudtam, hogy ez a polgármester tud énekelni. Énekelni csak ritkán szokott, a filmeket viszont annál jobban kedveli, árulta el Pokorni Zoltán polgármester, aki az Én filmem sorozat vendégeként mutathatta be egyik kedvenc filmjét a MOM Kulturális Központ színpadán. A Dalok a konyhából című norvég szatíra gondolkodása ösztönzi a nézőt, és segíthet eldönteni, hogy kinek mi fontos az életben, magyarázta a választásokat Pokorni Zoltán. Több síkja van. Ugye most megnéztem tegnap előtt, a vetítés előtt, hogy úgy készültem, és egyre több dolgot látok benne. A barátság, hogyan születik a barátság, az egyik, hogy az ember hogyan hoz olyan döntést, hogy kilép valamiből, egy nagy rendszerből, és valami mást, egyéni dolgot tart fontosnak. A filmben megjelenik az állampolgárok megfigyelésének jelensége, amely az 50-es években nem csak Magyarországon volt jellemző, de a skandináv országokban is. A Dalok a konyhából ezzel együtt bővelkedik a burleszk-szerű jelenetekben és a szürreális helyzet komikumokban. Egyúttal pedig arra is felhívja a figyelmet, hogy felelősséggel tartozunk embertársaink iránt. Ez az, ami miatt a legtöbb kritikus elismerően ír a filmről. Az északi filmek nekem egy nagy felfedezés. Pokorni Zoltán polgármester azt mondja, a legtöbb személyes élménye a magyar filmekhez kötődik. Néhány éve azonban éppen a Dalok a konyhából révén felfedezett egy új filmkultúrát. Szerinte a dán, svéd és norvég filmek egy sajátos világot mutatnak be. Nagyon lassú, nagyon szótlan, nagyon visszafogott, nagyon hétköznapi, nem teátrális, nem szórakoztató, nem kacagtató. Ha nagyon egyszerűen össze akarom foglalni ezeket az északi filmeket, majdnem mindegyik arról szól, hogy az élet az nagyon ócska, nagyon rossz, de mégis jó valahol. És ez segít az embernek a saját életét rendbe tenni. Az Én filmem sorozat februárban indult el dr. Váci János alpolgármester kezdeményezésére. Azóta minden hónapban más ismert ember mutatja be kedvenc filmjét. Már okos telefonon és tableten is elérhető a BKK futár alkalmazása. Az egyelőre próbaüzemben működő szolgáltatásban ugyanazok a funkciók érhetők el, mint az asztali változatban. Az útvonal tervező mellett a járművek pontos helyzete, haladási iránya is megtekinthető, és a járatok megállóba érkezésének pontos időpontja is elérhető. Az applikációt egyelőre csak iOS rendszerű eszközökre lehet letölteni. Az okostelefonos alkalmazás bevezetésével lezárult a 6,3 milliárdos futárprojekt, amelyben a híveket leszámítva az összes felszíni járművet felszerelték GPS jeladóval és fedélzeti számítógéppel. Ritkán látott darabok, családi programok, nyílt próbák és kulisszatitkok. 27 budapesti színház több száz programmal várja az érdeklődőket a színházak éjszakáján. A szombat déltől másnap hajnalig tartó színházi ünnepen egyetlen jegy megvásárlásával az összes színházba be lehet jutni. A cél az, hogy a színházak és a színészek is megmutatkozzanak, és minél több embert csábítsanak a teátrumokba. Szombat éjjel nem csak a függönyök gördülnek fel, de a kulisszák mögé is be lehet majd pillantani a budapesti színházakban. A színházak éjszakájához 27 fővárosi teátrum csatlakozott, köztük 15 másik színházzal együtt idén először a Magyar Állami Operaház is. Ókovács Szilveszter főigazgató azt mondja, a színházak éjszakája megkerülhetetlen programmá vált. Mi is kicsit ki tudunk lépni a saját árnyékunkból, és én most talán pont azt választanám a műsorral is, hogy nem megmutatni magunkat, vagy amit rólunk képként bárki ápol saját magában, vagy egyfajta közvélekedésben, tehát nem a művészet szent temploma, a ránk fölénk tornyosuló 200 éves Ybl Miklósi tünemény, vagyis hát helyesebben egy ilyen hatalmas színházi épület, meg az Erkel, nem is beszélve az Erkelről, az mekkora, hanem mutassuk meg, hogy van humorunk, meg ide be lehet jönni, elvégre minden templom annyit ér, ahányan használják. A színházak éjszakáját 2012-ben rendezték meg először. A programsorozat ötlete a Katona József Színház vezetőségétől származott, a lebonyolítást pedig a Radnóti Színház vállalta. A rendezvényt a fővárosi önkormányzat is támogatja. A kezdeményezés lényege, hogy egy eltérő színházi napot, pontosabban színházi éjszakát produkáljanak a szakma, a hivatás legjelesebb képviselői, ahol szokatlan dolgok történnek, be lehet tekinteni a kulisszák mögé,
láthatja a nagy érdemű, hogy a zárt ajtók maga mögött mi történik és mi történhet, interaktív programokat szerveznek, családi programok, gyermekprogramok jönnek létre, és az első év, a 2012-es év tapasztalatai nagyon jók voltak, kiderült, hogy van kereslet erre a kezdeményezésre. Szombat déltől másnap hajnalig egyetlen jegy megvásárlásával az összes csatlakozott színházba be lehet jutni. Az érdeklődők száma folyamatosan emelkedik, tavaly már 14 ezeren keresték fel a budapesti teátrumokat a színházak éjszakáján. Minden színház kicsit bővítheti a saját nézőit is, és hiszen a karszalaggal be tudnak menni az egyéb színházakba is a törzs és kedvenc színházukon kívül. Mára ez most már minden színháznak fontos részévé vált. Ilyenkor ugye azokra a nézőkre is számíthatunk, amelyek nem feltétlen a mi színházunkat szereti. A szervezők azt szeretnék, ha idén is minden érdeklődő találna számára megfelelő programot. A tánc sohasem megy ki a divatból, ezt mutatja, hogy egyre többen keresik fel a tánciskolákat és kezdenek el táncolni. A szakértők szerint a fiataloknak fegyelmet taníthat, a felnőtteknek pedig kikapcsolódást nyújthat a tánc. A Momsportban Südi Iringó mutatja meg, hogyan válhat valaki profivá. Dinamikus mozdulatok, lendületes előadás, Südi Iringó hosszú évekig versenytáncolt. A Momsportban most másoknak mutatja a lépéseket. Azt mondja, egyre többen szeretnének megtanulni táncolni. A legaktívabbak a 10 évesek és a 30 év körüli felnőttek. Iringó szerint a fiataloknak fegyelmet taníthat a tánc. Fiatalkorban sokkal inkább a fegyelmet, az órarendet, a folyamatosságot adja meg az életében. A felnőtteknek pedig egy szórakozási lehetőség, amikor együtt tölthetnek időt a párjukkal. Ebben a rohanó stresszes életben azt gondolom, hogy nagyon fontos egy olyan szórakozást találni, amit együtt csinálhat az ember a párjával, vagy esetleg a hölgyek, akik szólók, vagy a párjuk esetleg erre nem rávehető, akkor nekik is vannak olyan tanfolyamok, amik saját korosztályuknak megfelelő. Südi Iringó szerint a felnőtteknek nem csak a szórakozás miatt érdemes táncoktatásra járni, de kellően alkalmas arra is, hogy kondícióban tartsák magukat. Az izzasztó mozgás kiválóan égeti a kalóriákat, ráadásul új barátokat, ismerősöket is szerezhetnek. Két variáció szokott lenni általában a felnőtteknél. Az első az, amikor úgy jön be, hogy ő úgy gondolja, tud táncolni, na az nagyon sokan ki szokott derülni, hogy nem. A másik fele pedig azt mondja, hogy hú, ő tök botlábú és botfülű, tehát ő nem hall semmit és nem tud semmit letáncolni, viszont van kitartása hozzá. Tehát azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb a kitartás kell hozzá, mert hát nem, tényleg nem egyszerű dolog táncolni. Tehát otthon a karfás ülőszékből nézve a tévéből, hát tényleg tök egyszerűnek tűnik, de nem, viszont lehet élvezni. Tehát el lehet jutni elég gyorsan egy olyan szintre, ahol már az ember jól érzi magát ebben az egész táncos világban, új barátokat tud ezáltal szerezni, és tényleg megmozdulni a táncparketten is már. A Momsportban tartott edzéseken latin táncokat és jazzt is tanítanak a gyerekeknek. A bemelegítés után a technikai elemeket sajátíthatják el az ifjú táncosok, akik kitartó munkával akár a versenyzésbe is belekóstolhatnak. Ezen a hétvégén rendezik meg a mobilitási hét keretén belül a fővárosi autómentes hétvége esemény sorozatát az Andrássy úton, és ugyanitt péntek este az opera is rendezvényt tart. Szombaton és vasárnap lesz a Városligetben a Nemzeti Vágta, a Lánchíd és a Széchenyi tér környékén pedig az Energiafutam. A rendezvények miatt Budapest több főútvonalán is jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!